A magyar nyelv és irodalom matematikai és történelem érettségén már túl vannak a diákok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 85 helyszínen szerveznek vizsgákat, összesen 6760-an érettségiznek június végéig. Kisebb változások idén is vannak az érettségiben. Már múlt hét pénteken többen izgulhattak, hiszen hivatalosan akkor startolt el az idei érettségi időszak a horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Hétfőn magyar nyelv és irodalom írásbelivel, kedden matematikával, szerdán történelem írásbelivel folytatták a vizsgákat. Különösebb esemény vagy probléma ez idáig nem zavarta meg az idei érettségit. A vizsgák után a feladatsorok megoldási kulcsát közzétették, és számos elemzések is kikerültek az érettségi kapcsán. Az elmúlt években mind az emelt, mind pedig a középszintű írásbelikre való felkészülést gyakorló feladatsorok segítették. A Nemzeti Pedagógus Kar életszerűnek nevezte a vizsga témáit, kérdéseit. A magyar érettségivel kapcsolatban elmondták, hogy olyan feladatokat kaptak 2017-ben a diákok, amit a PISA felmérésekből hiányoltak. Az nem vitatott, hogy az érettségi vizsga a továbbtanulás ugródeszkája, hiszen 300 pontot lehet szerezni, ami a felsőoktatásba való bejutás szempontjából jelentős. Vendégem a stúdióban Tar János igazgatóasszony, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez idáig semmilyen különös esemény nem zavarta meg az érettségit, el lehet mondani itt Nyíregyházán. Igen, hála Istennek nem, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Mert voltak ellenkező példák is korábbi években. Tehát minden rendben zajlott, jogszerűen eddig minden zajlott. Rendben, jogszerűen zajlott, minden tanuló meg tudott jelenni, nem volt semmi probléma, reméljük így marad. Az idén több változás is történt, törvényi tartalmi változás, ami az írásbeli érettségi vizsgát érinti. Melyek ezek a főbb változások? Az írásbeli érettségi vizsga szempontjából talán a legmeghatározóbbak a magyar és a történelem tantárgyakat érintik, és nyilvánvalóan ezek kapnak a legnagyobb hangot az utóbbi napokban. Talán jelentősebb változás történt a magyar nyelv terén, hiszen az írásbeli vizsga továbbra is két feladatrészből áll, szövegértés és szövegalkotás egybe tartozik, illetve műelemzés részből áll. Korábban a műelemzés és a szövegalkotás egy részt képezett, és gyakoribb volt, hogy a diákok többsége csak a szövegalkotást, tehát az érvelési feladatot választotta. Most viszont tényleg mód és lehetőség, illetve kötelezettség van arra vonatkozóan a diákok részére, hogy az irodalmi tudásukról is számot adjanak a műelemzés keretében. Vagy novellát kellett elemezniük, vagy összehasonlító verselemzés formájában. A szövegértési feladathoz került egységben az érvelési feladat. A szövegértési feladat gyakorlatilag a szöveghosszát, kérdések számát tekintve én úgy gondolom megegyezik a korábbi évekével, viszont az időkeret nem növekedett olyan mértékben, ahogy talán kívánatos lett volna, hiszen összesen másfél óra áll a diákok rendelkezésére a szövegértési feladat és egy érvelési feladat írásos szövegalkotás elvégzésére. Ezt kevésnek tartják? Igen, most ez úgy tűnt, hogy kevés. Tehát azért kétszer 45 percre próbálták osztani a diákok, és bizony a szövegértéshez sem volt elegendő, illetve hát nagyon szűk kereteket adott az érveléshez. Meglátjuk majd az eredményeket, de talán célszerű ezen az időkereten egy kicsit javítani. Hogyan lehetne javítani, vagy hogyan lenne érdemes változtatni? Azt láttuk, hogy a műelemzésre fordított rész, az 2,5 óra volt, az hosszúnak bizonyult, tehát a diákok nagyobb része 2 óra alatt kényelmesen befejezte, elvégezte ezt a feladatot, tehát onnan lehetne átcsoportosítani az első feladathoz időt talán, de hát ezt majd a későbbiekben nyilván az eredmények, elemzések függvényében valószínűleg majd a szakmai körök módosítani javasolják. Erre a tartalmi változtatásra szükség volt a tekintetben is, hogy jobban szerették volna mérni a magyar nyelv és irodalomból, de főleg így irodalomból a gyerekek irodalmi szaktantárgyi tudását? Úgy gondolom, hogy mindenképpen, különösen ha azt a tényt vesszük számba, hogy azért a gyerekek jelentős százalék az érvelést választotta évről évre. Nyilvánvalóan itt is elvárás volt az irodalmi élvények és irodalmi jellegű
megközelítés, de hát sokkal szabadabbak voltak ezen a területen, mint amikor műelemzést kell a tanulóknak feladatként megoldaniuk, tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ez célszerű, és hát valójában nem igazán lehetett jutalmazni azokat a diákokat, akik a korábbi években is ugye az irodalmi tudásukról, a műelemzés tudásukról adtak számot, hiszen ugyanannyi pontot értek a feladatok. Amiről még talán érdemes szólni, és sokat beszélnek, az értékelés szempontjából a helyesírás kérdése. Én úgy gondolom, hogy összességében nincsen borzasztóan nagy változás, mert eddig is értékeltük a helyesírást, most is, csak a korábbi években a helyesírást a tartalomra vonatkozó pontszámból kellett levonni, kvázi büntetésként. Most viszont a helyesírás az elérhető 50 pontnak egy részét képezi, 8 pontot lehet kapni, 2-t a külalakra, tehát kvázi ez a rész 10 pontot ér, és így módon beleszámít az elérhető pontszámba, tehát nem büntetésként éli meg a diák, vagy kell számolni, hanem egy elvárt teljesítmény, aminek meg kell felelni a diákoknak. És mindig szabályokhoz kötött ez alapján. Ugyanúgy szabályokhoz kötött, mint eddig, tehát én azt hiszem, hogy tulajdonképpen borzasztó nagy változás nincs, a gyerekeket hátrány nem érte, de olyan szempontból talán igen fontosabb, hogy összességében kevesebb pontot jelent ez, most én azt hiszem, és nem büntetésként élik meg, hanem ez követelmény, hogy igen, tudni kell egy magyar embernek lehetőleg helyesebben írnia és fogalmaznia, és ez számítson bele az alapértékelésbe, és ne büntetés legyen, ha ezt nem tudjuk. Az írásbeli vizsgák tekintetében történelemről kell még egy picit beszélni, hiszen itt is volt változás, és itt is volt tartalmi változás. Igen, itt is volt tartalmi változás, olyan szempontból, hogy az esszé feladatoknál kevesebb feladatot kell a diákoknak megoldaniuk. Korábban 4-5 esszét is kellett írniuk, 4-et mindenképpen. Most ez egyszerűsödött, csak 2 esszét kell írniuk, egy rövid és egy hosszú esszét, és egyszerűbb a választási mód is egyetemes és magyar történelem tekintetében. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen könnyebbség a diákok részére, hiszen az esszé feladat az egy magasabb szintű tudást, logikus gondolkodást, összefüggések mélylátását, lényeglátó képességet igényel. Ez talán történelemből nem mindenkinél érvényesült ennyire, tehát ilyen szempontból biztos, hogy segítség a diákoknak. Összességében az írásbeli vizsgákról elmondják a pedagógusok, hogy a követelményrendszert tekintve, értékelési rendszert tekintve egységesebbé vált az írásbeli érettségi vizsga. Miben nyilvánul ez meg? Igen, úgy gondolom, hogy egységesebbé vált, hiszen az értékelési rendszer, az értékelési útmutatók is átdolgozásra kerültek. Többféle szempontot exaktabban, egyértelműbben fognak majd jelölni a tanárok, illetve kell értékelniük. Ilyen szempontból ez mindenképpen egységesebb követelményrendszert és egységesebb értékelést rejt magában. Ez a diákok szemszögéből nem jelent változást, a pedagógusok szemszögéből viszont úgy gondolom, hogy egységesebb és talán jobban követhetőbb lesz. Nyilvánvalóan most a kezdetekben ez azért fog nehézséget jelenteni, az új értékelési rendszer, az új szempontok egyértelmű figyelembevételének érvényesíteni, de úgy hiszem, hogy ennek pozitív hatása lesz. Még egy dologról beszéljünk röviden. Ugye kétszintű az érettségi, emeltszintű, középszintű, és az emeltszintet még mindig többen, és arányaiban jóval többen választják. Azoknak célszerű, akik célirányosan bizonyos területeken tovább tanulnak, egyetemeken, főiskolákon és bizonyos tantárgyakból, érdemes emeltszintű vizsgát tenni, hiszen több pontot érhet el. Hogyan lehet vonzóbbá tenni, vagy bátrabbá tenni a diákokat, hogy többen válasszák az emelt szintet? Egyáltalán milyen különbség van az emelt középszint között? Mit látnak most a pedagógusok? Az emelt és a középszint között azért el kell, hogy mondjuk, hogy lényeges különbség van. Magyar nyelv szempontjából ez most az új követelményrendszer meghatározásával még határozottabban elkülönül és érvényesül, de minden tantárgyból jellemző ez. Viszont úgy gondolom, hogy az emelt szint az a követelmény, amely továbbtanulásra, felsőfokú tanulmányok végzésére igazán alkalmassá tesz egy diákot, és azért azt látjuk, hogy akik tovább kívánnak tanulni, azok a diákok
választják is még akkor is az emelt szintű érettségi vizsgát, ha nem feltétlenül kötelező választaniuk az emelt szintű érettségi vizsgát, hiszen így több pontot szerezhetnek, illetve biztonságosabban elérhetik az adott tantárgyból az elérhető 100 pontot. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, igazgatóasszony. Én köszönöm.